Hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket. Elsőként hagyj köszönjem meg a Magyarság Kutató Intézetnek ezt a meghívást. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a tudományjeles képviselői mellett íróként megszólalhatok, és néhány gondolatot megoszthatok Önökkel a Hunyadi családdal kapcsolatban. Amiről szeretnék beszélni, az néhány kilagodott példán keresztül az hogyan jelent meg a Hunyadi család, nyilván két legnagyobb alakja, Hunyadi János és Mátyás király a magyar művészetben, a magyar művészet különböző ágaiban, köztük a szobrászat, a festészet, a zene, az irodalom területén. Talán egy kicsit rendhagyó módon az előadás végén kitérnék egy nagyon izgalmas területre, a filmre, amelyről pontosan tudjuk, hogy jelen pillanatban is, és az elmúlt évszázadban is az egyik legfontosabb kulturális ággá vált, hiszen sokan olvasnak, de egyre kevesebben, és a legtöbb információ, ami a társadalom különböző rétegeihez eljut, az manapság már a filmek, tévésorozatok révén tapasztalható meg. Tehát egy kicsit a társadalomban, a mindannyiunkban élő képről, a hunyadiakról alkotott képről szeretnék beszélni. Hogy kezdjem? Hogy kezdjem azzal, amivel nap mint nap találkozhatunk, ezeknek a történelmi karaktereknek a köztéri megjelenésével, és ennek kapcsán hagyj beszéljek néhány mondatot arról, hogy mennyire különös az, hogy az a kép, amely mindannyiunkban él Hunyadi Jánossal és Mátyás királlyal kapcsolatban, milyen izgalmasan alakult az adott kortársak véleményéhez képest. Hunyadi Jánosról bármelyik szobrot, köztéri alkotást megnézzük, azt a képet látjuk, amely a mi gondolatainkban és a szívünkben él, a páncélos hős, a vitéz, a hazát és a keresztény Európát védő katona képe. Egészen zavarbejtő az, hogy a forrásokat tanulmányozva mennyire nem változott ez a kép, és mennyire egybeesik a ma és a közelmúlt képe azzal, amit a kortársak láttak és gondoltak Hunyadi Jánosról. Különösen annak a tükrében izgalmas ez, hogy jelentős eltérést mutat ez a fajta képalkotás fiával, Hunyadi Mátyással kapcsolatban. A köztéri szobraink jelentős része az ország minden részén megtalálható. Nemrégiben Belgrádban, pontosabban Zimonyban is avathattak egy Hunyadi szobrot. Egy kicsit talán eltér a korábbi heroikus ábrázolástól, de azt gondolom, hogy ez az összképen nem ront. És itt van az egyik legnagyobb magyar királynak tartott Hunyadi Mátyás, akivel kapcsolatban viszont elmondható, hogy az a kép, amit kortársai és a közvetlen utókora alkotott róla, jelentős mértékben eltér mindazzal, amit ma gondolunk, tudunk és érzünk Hunyadi Mátyással kapcsolatban. Míg Hunyadi János hősiessége és Európa védelmező szerepében megtalált szerepe egyértelmű volt már a kortársak számára is, határokon belül és kívül, addig Hunyadi Mátyás megítélése rendkívül különösen alakul, hogyha megnézzük a korabeli forrásokat. Én azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan uralkodónk volt, akit olyan ellenszenv övezett uralkodásának bizonyos időszakaiban, mint Hunyadi Mátyást, ami számunkra, ma élő magyarok számára egészen elképesztő, hiszen mindannyiunk kollektív tudatában az igazságos, a nép által szeretett király képe rajzolódik ki. De ha csak abba gondolunk bele, hogy uralkodását milyen ellenállás és azoknak a lázadása, szervezkedése kísérte időről időre, akik a legközelebb álltak hozzá, akkor ennek az okait keresve eljuthatunk oda, hogy milyen képet alkottak és őriztek mindazok, akik közvetlenül körülvették. Szilágyi Mihály, a nagybátyja, aki királyt csinált ebből a fiatal emberből, még betudható az ő lázadása egyfajta sértettségnek, hiszen ez a 15 éves fiatal uralkodó egészen egyszerűen félreállította nagybátyját. De ugyanezt nem mondhatjuk el Vitéz Jánosról, arról a rendkívül művelt, diplomáciailag és politikailag is rendkívül felkészült emberről, aki Hunyadi János társaként
segítőjeként részt vett Mátyás nevelésében. Ez a vitéz János is fellázadt, és királya ellen fordult egy olyan időpontban, amikor már sokan kimondták azt, hogy ez az uralkodó számukra zsarnok, egy olyan erőskezű uralkodó, aki a nemzet különböző szabadság jogait nyírbálja meg. Rendkívül izgalmas folyamat az, hogyan jutott el ez a kép a ma általunk ismert szeretett és igazságos uralkodó képéig. Bonfini még följegyezhette nem sokkal Mátyás király halála után, hogy mennyire megváltozott a magyarok véleménye a királyokról. A történelmi fejezésekből tudjuk, hogy kik fordultak Korvin János herceg ellen, tehát mindazok, akik felesküdtek az ő hűségére, és mindent meg kellett volna tegyenek azért, hogy trónörökösként Korvin Jánost segítsék trónra, nem tartották be ígéretüket, és ellene fordultak. És aztán eltelt néhány év, második Ulászló uralkodása, megerősödött a török, megerősödött a Magyarországra nehezedő nyomás minden irányból, és Bonfini olyasmit ír krónikájában, hogy a magyarok szerte mindenfelé arról beszélnek, bárcsak jönne vissza Mátyás király, fizetnénk mi adót, amennyit csak akar, csak vezesse az országot és védelmezzen meg bennünket. Már közvetlen a halála után elindult ez a folyamat, amely értelemszerűen a mohácsi katasztrófa után, azt követően, az azt követő sötét évtizedekben elvezetett oda, hogy mindenki számára egyértelművé vált, hogy egyfajta aranykort, egyfajta olyan áhított állapotot jelképezett Mátyás király uralkodása, ami vélhetőleg nem jön vissza hosszú ideig, talán soha. Ez a fajta nosztalgia erősödött meg a magyar társadalom minden rétegében, és hozzásegített ahhoz, nem kis részben egyébként Mátyás itáliai történetírói révén, hogy egy rendkívül izgalmas, szinte meseszerű kép alakult ki Hunyadi Mátyásról. Nem minden igazság mag nélkül, de teljesen nyilvánvalóan egy rendkívül ügyesen megszerkesztett image kialakításával. Részben integrálva olyan korábbi történeteket, amelyeknek egy része akár Anzsó Nagy Lajoshoz kötődött, vagy akár más mesemotívumokat is övezve, mindent, minden jót és minden szerethetőt Hunyadi Mátyásra ruházva. Ez egészen odáig jut, hogyha megnézzük, hogy milyen monda elemeket ismerhetünk Mátyás királlyal kapcsolatban, egészen elképesztő anakronizmusig jutunk el, Mátyás király és Kossuth, Mátyás király és a szabadságharcos katona, tehát a nép lélekben egészen hihetetlen évszázadokon átívelő és a történelmi valóságtól teljesen elrugaszkodó szeretetként és idealizált uralkodóként maradt meg Hunyadi Mátyás. Még egyszer mondom, azért izgalmas ez, mert ez a kép rendkívül jelentős átalakuláson ment keresztül, és utána gyökeresedett meg a magyar néplélekben. Hunyadi Jánossal ellentétben, akivel kapcsolatban tökéletesen változatlan, heroikus kép él a magyarság emlékezetében. A festészetre rátérve rendkívül tanulságos néhány példát hoztam, és rendkívül tanulságosnak tartom azt, hogy az adott korszakokban milyen üzenetet hordoztak azok a markáns magyar festmények, remek művek, amelyek így vagy úgy a Hunyadiak korát ígézik. Wagner Sándor művét látjuk, Dugovics Titus önfeláldozása címmel, azt a pillanatot örökíti meg, amelynek gyakorlatilag ma, tegnap este, éjszaka volt az évfordulója, Nándorfehérvár ostromának a csúcspontját, amikor a Dugovics Titusként ismert magyar hős gyakorlatilag az ostrom legválságosabb pillanatában feláldozza életét, magával rántja a török harcost, és ezzel tulajdonképpen megmenti a várat. És lehetővé teszi azt, hogy másnap, július 22-én Kapisztrán János keresztes seregei és a várból kirontó Hunyadi János lovassága egy döntő csatában megverje második Mehmed csapatait. Mi az izgalmas ebben a festményben? Azt gondolom, hogy túl azon a ma már nyilvánvaló tényen, hogy egy olyan jelenetet ábrázol, amelynek a hőse létező karakter, ma már nagyjából a történészek kutatásai alapján sejthetően nem Dugovics Titusnak hívták, egy 19. századi okirathamisítás révén került be a nemzet köztudatába ez a név. Ugyanakkor
egészen nyilvánvalóan ez a pillanata a magyar történelemnek meghatározó és olyan példamutató momentum, amely a mai napig is azt gondolom, hogy nemzedékek számára ad egyfajta nagyon pontos és követendő képet. Ne felejtsük el, hogy bár egyes történészek kétségbe vonják magát az eseményt is, és annak a megtörténtét, hogy az ostrom kritikus pillanatában egyáltalán ez a jelenet megtörténhetette, de számunkra azt gondolom, hogy Bonfini mester krónikája marad a legjobb fogodzó, amelyben név nélkül megörökítette ezt a momentumot az itáliai történész. És azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy ő még beszélhetett veterán hunyadi katonákkal, azt gondolom, hogy az egyik leghitelesebbnek kell elfogadnunk. És mivel nem vagyok híve annak a rendkívül káros folyamatnak, amely a mindenáron való deheroizálást próbálja meg a történelem különböző korszakaiban érvényesíteni, úgy vélem, hogy ezt meg kell, hogy őrizzük a magyar történelem egyik fényes pillanatának, akkor is, hogyha ezt a hőst nem Dóvis Titusnak hívták. És hagyj hívjam fel a figyelmüket egy apró részletre, amelyet nyilván már sokszor megfigyeltek ezen a festményen. Wagner Sándor képén nagyon sok részlet, szinte minden autentikusnak tekinthető, még ha időnként kicsit teatrális színhasználattal és ecsetkezeléssel valósította meg. Egyetlen részlet kivételével, ez pedig a magyar zászló ezen a festményen. Ha megnézik ezen a festményen, Wagner Sándor nem a korabeli magyar csata lobogót ábrázolja, hanem a piros-fehér-zöld trikolort. És hogy egészen bizonyossá tegye számunkra, hogy nem tévedett, és nem egy apró nüansznyi hibát követett el, kétszer is a képre festette a piros-fehér-zöld zászlót, amely nem csak anakronizmus, hanem egy nagyon tudatos, szándékú művészi cél. És pontosan arról szól, hogy teljesen függetlenül időtől és tértől ez a hősi példamutatás, ez a magyar történelem egyik legjellegzetesebb tulajdonsága. Számos nével ismert és névtelen magyar katonahős adta, áldozta életét a hazáért, és ez a pillanat, amit Bonfini megörökített, ez ennek az áldozatvállalásnak és hősi halálnak a megörökítése, függetlenül attól, hogy ez Nándorfehérvárnál történt, vagy előtte, megelőző évszázadokban, vagy egészen a közelmúltban. Székely Bertalannak van egy talán kevéssé ismert képe, 5. László és Cillei Úrik. Ez már abba a korszakba vezet minket, amely a magyar művészek számára rendkívül kedvelt időszak, és hagyj egyezzem meg zárójelben, hogy nagyon különös sajátossága a hunyadi korszakot feldolgozó különböző művészeti alkotásoknak, hogy nagyon sok nem Hunyadi Jánosról szól, nagyon sok nem Mátyás királyról szól, hanem Hunyadi László halálával kapcsolatos eseményeket örökíti meg. Nem véletlenül, hiszen egy elképesztően tragikus, szinte Shakespeare-i tragédiát rejtő eseménysorról beszélhetünk. Ez a festmény ezt a rendkívül gyors tragédiába forduló eseménysort előzi meg, és nem véletlen a készítés időpontja sem 1870, amikor nyilvánvalóan már az osztrák-magyar kiegyezést követően egy egészen különleges politikai hangulatban született meg ez a festmény, csak úgy, mint a Hunyadi László kivégzését, illetve még a búcsúját bemutató Benczúr Gyula, illetve Madarász Viktor kép. Ezeknek a képeknek a tragédiája mindenki számára, a kor nézői és befogadói számára nyilvánvalóan nem kizárólag a Hunyadi családhoz és nem Hunyadi László kivégzéséhez kötöttek, hanem a levert magyar szabadságharc végtelen tragikumához és fájdalmához. És úgy tudtak érzelmeket átadni, hogy közben valóban egy sok száz évvel korábbi eseményre tudtak utalni. Ez jellemző a magyar művészeti önkifejezésre, hogy sokszor történelmi példákat kellett ahhoz használni, hogy olyan fájdalmakról és olyan igazságokról tudjanak beszámolni, amelyekről nyíltan akkor és ott nem lehetett szó. Zenei példából logikus és természetes módon el kell Hunyadi László operáját szeretném felhozni példának, amely szintén a Hunyadi Lászlóféle tragédiához kötődik. Nem a dicsőséges honvédő harcokhoz, nem Mátyás király glóriás uralkodásához, hanem ehhez a közbűső és egészen hátborzongató történethez.
Vörös Marti Cillei és a Hunyadiak című drámája az, ami az irodalmi alapanyagot adta, és tulajdonképpen az a fajta tragikum, amely a fiatal Habsburg uralkodó és a magyar nemzet szembenállását mutatja be, szintén nem véletlenül tudott abban a korszakban, 1844-ben erőt adni a nemzet számára. Nem véletlen, hogy 1848. március 15-én, amikor Budán kitör a forradalom, és a szabadságharc szeleit már érezni a levegőben, este a színházban a közönség követelésére nem a műsorra tűzött darabot játsszák el a színészek, hanem a Hunyadi László operából a Meghalt a cselszövő című népszerű részletet, és más hazafias dalokat. Olyan erőt adott ez a fajta zenei feldolgozása annak a korszaknak, amely nem csak azért, mert egy Habsburg uralkodóval kapcsolatos, a nemzet ellenállását bemutató korszakot mutat be, hanem azért, mert valamilyen módon meg tudja örökíteni a nemzet örök ellenállási vágyát és képességét. Azt gondolom, mai ésszel is nagyjából elképzelhetjük, hogy milyen hatással volt ez akkor, március 15-én a budai közönségre. Ezt a példát azért hoztam, mert jószerivel senki sem ismeri, és nagyon szeretném, hogy minél többen találkozzanak ezzel a művel. Tamás Gergely Alajos oratóriumáról van szó, Nándorfehérvár címmel született, 1956-ban és emigrációban az Egyesült Államokban mutatták be. Többek között azért is szeretnék erről két mondatot mondani, mert ahogy önök azt nagyon jól tudják, az 56-os forradalom eseményeinek gyakorlatilag pontosan fél ezer éves előzménye volt mindaz, ami Nándorfehérvárnál történt. Egészen sorsszerű, hogy az a Kapisztrán János, aki Hunyadi mellett részt vett a győzelemben, és az egyik fő motorja volt annak, hogy a keresztény hadak felül tudtak kerekedni második Mehmed seregén, 56. október 23-án halt meg. És az a fajta szabadságvágy, és az a fajta elkeseredettség, amely 1956-ban a magyarságot hatalmába kerítette, óhatatlanul megjelenik ebben a gyönyörű oratóriumban. Még egyszer mondom, nagyon kevesen ismerik, ajánlom szíves figyelmükbe egy szerintem méltatlanul elfeledett zenemű. Irodalomra rátérve valóban csak néhány példát szeretnék kiemelni. Elsőként olyan példákat, amelyeket nem szépírók, nem irodalmi alkotások képviselnek, hanem politikai írók, nagyisten katonai írók, mint például az Zrínyi Miklós is volt. Bonfini krónikája évszázadokon keresztül forrásául szolgált nagyon sok szerzőnek mindahhoz, amit a Hunyadiak koráról tudunk. Nem gondolom, hogy véletlen lenne az, hogy Zrínyi Miklós a 17. században, vagy Balcsi Zsilinszky Endre a 40-es években, a 30-as évek végén, a 40-es években a műveik által olyan hatást tudtak kiváltani a magyar olvasókból, mint amely például a Mátyás királyról írott műveikben megtörtént és tapasztalható volt. Nem véletlenül nyúltak vissza Hunyadi Mátyás koráig, és nem véletlenül próbálták a saját szemszögünkön keresztül megfejteni azt, hogy mi volt a nemzeti szabadság, függetlenség és a nemzeti nagylét titka Mátyás király korában. Úgy Zrínyi Miklós, mint Balcsi Zsilinszky Endre egy olyan korban élt, amikor az országot fenyegető veszélyek, legyenek azok keletről vagy nyugatról, folytogatóak voltak ismét, és ilyen sötét időkben óhatatlan és elkerülhetetlen, hogy a szerzők visszanyúljanak abba a korszakba, amikor, ahonnan erőt tudnak meríteni, jelesül Mátyás király korába. Amikor a Hunyadiakról szóló irodalomról szólunk, természetesen nem lehet elmenni szó nélkül a számos népballada, mese és monda mellett, amelyek különösen Mátyás király uralkodására vonatkoznak. Különösen érdemes tanulmányozni a délszláv népbaladákat, amelyek egészen más hangulatban íródtak, és magyar olvasó számára egy másfajta Hunyadi János képet mutatnak. Főleg Hunyadi János a délszláv népbaladák hőse, egészen azért, mert a harcok jelentős része azon a fronton, azon a területen zajlott. Találkozni azokkal a nevekkel, akiket mi a magyar történelemből ismerünk, például Banovics Szekula, aki Székely János bánként ismert a magyar történelemben, és egészen
elképesztő mesemotívumokkal övezve azokat a történelmi hőseinket, akiknek mi a cselekedeteket jól ismerjük, de ezen szerb és horvát népbaladákat hallva szinte egy mesevilágba csöppenünk, és rádöbbenünk arra, hogy ezek a történelmi alakok a velünk Kárpát-medencében együtt élő népek számára is milyen sokat és milyen nagy jelentőség, milyen fontosak voltak az adott történelmi korszakban. Valóban népmesei hősökké váltak, és csak fél mondattal hagy említsem akár a szlovén népi emlékezetekben megtalálható mesemotívumokat, ahol időnként Mátyás király már olyan mitikus figuraként tűnik fel, mint az angolok számára Artúr király, aki alussza álmát és várja, hogy ismét eljöjjön és megmentse a népét. Izgalmas kérdés, hogy a Hunyadi Jánosról szóló irodalom, regényirodalom mennyire kerülte sokáig azt, hogy Hunyadi János hősként középpontba állítsa. A magyar irodalom klasszikus korszakában, amelyet Jókai, Mikszáth, Gárdonyi neve fémjelez, és ezen nagy művészeink munkásságának jelentős része történelmi témájú művekből állt, nagyon-nagyon ritkán találkozhatunk például Hunyadi János vagy Mátyás király nevével közvetlenül. Ennek oka valószínűleg a Walter Scotti hagyományban kereshető, amely uvakodott attól, hogy létező nagy történelmi karaktereket mozgasson, mutasson be, sokkal inkább olyan mellékszereplőket, létező vagy fiktív mellékszereplőket választottak, amelyeken keresztül egy kicsit szabadabban tudták bemutatni az adott korszakot. Ettől függetlenül azért főképp Mátyás királlyal kapcsolatban számos ismert, népszerű vagy ma már elfeledett műről beszélhetünk. Van egy izgalmas sajátossága ezek nagy részének, tekintettel arra, hogy az 50-es, 60-as években születtek. Azokban az évtizedekben a magyar történelemről igazán pozitív hangvételben nem sok regény jelenhetett meg. A magyar írók figyelme egyre inkább a közelmúlt felé fordult, a társadalmi problémák felé fordult. Finoman szólva sem volt divatos és igazán támogatott az, hogy a magyar történelem dicsőséges korszakairól olyan hangvételben írhassanak magyar szerzők, amelyek lélekemelő és nemzettudat erősítő szerepet tölthetnek be. Éppen ezért nagyon sok ifjúsági regény született. Egy kicsi menekülő út volt az írók számára az, hogy a felnőtt irodalom helyett a gyerekeknek, a fiatal korosztályoknak írtak. Hunyadi József művei például ebbe a kategóriába sorolhatók, és nagy szerencse, hogy megszülettek, mert mégis nemzedékek számára tudtak valami morzsányit megcsillantani mindabból, ami a hunyadiak korából dicsőséges és szép történetként fogható föl. Ha megengedik, egy rövid kitérőt tennék azokra a könyvekre, amelyekben Endre barátom a felvezetőben néhány szót ejtett. Amikor ennek a regénysorozatnak a tervezését annak idején már 15-20 éve elkezdtük, akkoriban Magyarországon történelmi regény műfaja finoman szólva sem volt igazán népszerű és támogatott. Jelentek meg történelmi regények, de többnyire a régi klasszikus művek utánnyomásai, és a kánon ismert magyar szerzői nem igazán szívesen nyúltak azokhoz a magyar évszázadokhoz, amelyeket mi azt gondolom joggal tekinthetünk dicsőségesnek és felemelőnek. Úgyhogy amikor ennek a sorozatnak a terve megszületett, akkor a kiadó azt kérdezte először tőlem, hogy jó, de miért éppen Hunyadi János, miért a hunyadiak kora? És ha megengedik, ebben a kitűrőben néhány mondatban hagy szóljak arról, hogy miért fontos a mai fiatalok számára, és nem csak a fiatalok, hanem sokszor azt gondolom az idősebb korosztályok számára is erről a korszakról beszélni. Nem gondolom, hogy létezik a magyar történelemben olyan család, amelynek mindössze három nemzedéke ilyen elképesztő pályafutást, üstökösszerűen ragyogó pályafutást tett meg. És ilyen óriási hatással volt nem csak a saját korára, hanem a magyar történelem összességére. Itt már elhangzott a mai előadások során, hogy akár a Thomas Manni három nemzedéket is figyelembe véve példanélküli az, hogy egy jószerivel írástudatlan katona a történelem fordulatai és önnön zseniális katonai tehetsége révén egy ország vezetését el tudja nyerni kormányzóként. És nem csak az ország megmentésében tesz maradandó
eredményeket, és védelmezi meg az ország határait, de Európa védőbástyájaként teljesen nyilvánvalóan évtizedekre feltartóztatja az iszlám előrenyomulást a Magyarország déli határán. Abban az időben, amikor a Balkán országai már az oszmánok területeivé váltak. Ennek a írástudatlan, ösztönös katonai zseninek a fia nem csak Magyarország, de Európa talán legműveltebb uralkodója. Egészen elképesztő, rövid idő alatt erősíti meg ezt a legyengült és szétúlóban lévő országot. Ne felejtsük el, hogy amikor Hunyadi János felbukkan a 15. század legelején a magyar történelemben, Zsigmond uralkodásának már az utolsó szakaszában járunk, és gyakorlatilag Zsigmondról tudjuk, hogy katonai értelemben nem igazán volt sikeres, a törökök ellen egyetlen csatát sem nyert meg, és a korabeli Európa számára egyértelmű volt, hogy az oszmán birodalmat feltartóztatni szinte lehetetlen. Ennek a fiatal katonának a felbukkanása új szint hozott ezekbe a harcokba, megfordította a harcok kimenetelét, és egészen egyszerűen az örökös védekezés és hátrálás helyett egy agresszív támadó felfogással megfordította néhány évtizedre ezt a folyamatot. Ennek a katonának a fia, ez a művelt európai uralkodó Korvin Mátyás nem csak katonai értelemben tett maradandót, egy rendkívül erős zsoldos sereg létrehozásában, de hogy itt előadásban elhangzott, a gazdaság területén is, és nagyon sok tekintetben megerősítette ezt az államot, aminek súlyos ára volt, amit az akkor élők a saját bőrükön alaposan megérezhettek, és nem véletlen, hogy szimpátiájuk nem irányult osztatlanul az erős kezű uralkodó felé. És egészen tragikus, Shakespeare-i mélységű emberi történet a harmadik generáció Korvin János története, aki azt gondolom a magyar történelemben talán egyedülálló hatalmat örököl, amivel nem tud élni, és a környezete teljes mértékben lehetetlenné teszi azt, hogy azt a korszakot folytathassa ez a nemzet, ami Mátyás király idején a miénknek tudhatunk. Ez a három nemzedék, ennek a három nemzedéknek a történetében benne van a bukás fenyegetettsége, a hősi harc, a diadal, Mátyás király fénykorának káprázatos példája, és benne van a bukás minden oka és okozója. Szerintem minden benne van, ami a magyar történelem összességére jellemző, és már csak ezért is rendkívül tanulságos. Úgyhogy ezért indult ez a sorozat, és nagyon remélem, hogy nagyon sok fiatal, akiről tudjuk, hogy kézbe veszi ezeket a könyveket, valamiféle fogócót kap ahhoz, hogy eleink fél ezer évvel ezelőtt milyen mentalitást képviseltek, és hogyan vélekedtek arról, hogyha az ország veszélyben volt, és a siránkozás helyett mit tettek. Hölgyeim és uraim, befejezésül hagyd térek rá a filmre, mint korunk leghatásosabb kulturális ágára. Egészen elképesztően sokáig nem tudtam, hogy Hunyadiakról szóló első filmet már 1911-ben leforgatták. Ez volt az első szerb mozgókép. Balkánon ez volt az első mozgókép, amit valaha készítettek. Ez egy 13 perces némafilm volt. Cilei Úriki és Hunyadi László címmel készült. Nyilvánvalóan Vörös Marti drámáját és a Hunyadi László operát vették alapul. Különlegessége, hogy ennek a filmnek az írója egy Louis de Berry nevű úriember volt, aki nevével ellentétben természetesen nem francia volt, hanem Bíró Lajosként Magyarországon született és magyarként írta meg ezt a filmet. És azért zavarba ejtő ez az egész, hogy 1911-ben a szerbek filmet forgattak a Nándorfehérvári várban, mondjuk László és Cilei Úrik történetéről, mert sajnos Magyarországon ez nem mondható el a mai napig. Fájó és bizonyos szempontból felháborító az a hiátus, amit a magyar filmművészet ezen a téren fel tud mutatni. Nem gondolom, hogy nagyon sok nemzet van a világon, amely oly nagyjait nem dolgozza, történetét nem dolgozza fel a legkülönbözőbb módon, és az, hogy Hunyadi Jánosról vagy éppen Mátyás királyról sem készült a mai napig igazán méltó, valódi történelmi film, az azt gondolom, hogy ilyen fájó hiátus. Körülbelül olyan, mintha török barátaink soha nem filmesítették volna meg
Szulejmán vagy második Mehmet történetét, hogy a franciák nem készítenének filmet Napóleonról. Azt gondolom, hogy ez elképzelhetetlen. De akkor mink van? Mert azért van néhány film, és hagyj mutassak néhány példát arra, hogy igazán lélekemelő, elgondolkodtató, történelmileg reális, történelmi filmek helyett mi az, ami a magyar filmművészet azért tudott adni nekünk, mert ezek között óriási értékek vannak, amelyek akár nemzetékek számára is nagyon komoly örömet okoztak. Hát Mátyás a Csapodár tűnik föl Makkáról filmjében, a Mit csinált a feleséget 3-tól 5-ig, aminek már a címéből is érezhető, hogy nem feltétlenül a történelmi Mátyás királyt mutatja be. Annak ellenére, hogy ez egy Mikszáth Kálmán műből készült, a Szelistyei asszonyok adaptációja, de a 60-as évekre jellemző módon egy kissé pikáns, pikírt vígjátékról van szó. Nagyon sikeres volt egyébként. Itt van egy tévéfilm, amire szerintem nagyon sokan emlékezhetnek még talán a fiatalabbak közül. Ez a Világ közepe címet viseli, de talán jobban ismert, hogyha azt a mondatot említem, hogy kivéve a Gyevi bírót. Ez egy ismert monda feldolgozása. És azért hoztam példaként, mert szegény Helyei László, akit az egész ország Mátyás királyként lát maga előtt, alakította egyedül ebben az egy tévéfilmben Mátyás királyt, mégis olyan hatást tett, olyan sok nemzedékre gyakorolt hatással volt, hogy sokunk szemében ez él. Ez a Mesék Mátyás királya, csak úgy, mint a Kecskeméten készült Mesék Mátyás királyról című 12 részes sorozat, amit sok-sok millió ember látott már, nem csak Magyarországon, és hála Istennek, hogy elkészült, mert enélkül azt gondolom jóval szegényebbek lehetnénk. Meg kell említenem, hogy annak dacára, hogy a magyar filmművészet Mátyás királlyal még ilyen értelemben nem foglalkozott komolyan történelmi formában, azért mások igen. És itt egy román és egy osztrák-német filmre hagy hívjam a figyelmet, hogy ha mi nem készítjük el ezeket a filmeket, mások azért fogják a mi történelmi hőseinket használni. A román film Vlad Cepesről szól, a Dracula Vajdáról, akit Mátyás király nem véletlenül Visegrád várába záratott kegyetlenségei miatt. A román film érthető módon nem ezt dolgozta fel, hanem Európa védelmezőjét mutatja be. Számukra a román nép Európa védőbástyája, és ebben a filmben Korvin Mátyás egy végtelen gonosz iri karakter, aki azért fogadja el Vlad Cepest, mert féltékeny a sikereire, és úgy gondolja, hogy beárnyékolja az ő királyi nagyságát. A másik film Maximilian címmel készült, és Miksa és Mária címen futott a magyar televízióban. Egy, azt gondolom, tisztességes történelmi széria Mátyás király kortársáról. Kicsi a kép, bal oldalon látható az alsó fotón egy egészen horrorisztikusan ellenszenves figura, ő Korvin Mátyás ebben a sorozatban, aki hát osztrák szempontból gondolom érthető, hogy nem feltétlenül a legszimpatikusabb figura. Végezetül ilyen lehetőségek állnak előttünk. A felsőképpen egy dokumentumjáték filmből láthatnak egy részletet. Azt gondolom, hogy nagyon sok behoznivalója van a magyar filmművészetnek. Ismeretterjesztésben, élménynyújtásban, ezekre azt gondolom az első lépések megtörténtek. És hát néhány nappal ezelőtt jelentették be azt, hogy a Hunyadi regény sorozatból, amely hála Istennek most már sok százezer példányban van jelen a magyar könyvpiacon, nemzetközi stáb által egy 10 részes tévésorozatot terveznek, magyar, német, olasz, lengyel, kanadai közreműködők részvételével, amelyet reményeink szerint nem csak a magyar közönség ismerhet majd meg, de a világ minden részén látható lesz. Ennek a angol nyelvű munkacíme a Rise of the Raven, a holló felemelkedése. Én nagyon bízom benne, hogy végre eljön az az idő, amikor nem csak önmagunknak, hanem másoknak is el tudjuk mondani azt, hogy kiért szól a harang délben. Hogy mit tett ez a nemzet Európa védelméért. Amiért nem véletlenül érezzük úgy sokszor, hogy nem igazán mutat semmiféle hálát. De azt gondolom, nem csak nekünk kell tudni, hanem el kell mondani a történeteinket, mert néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Ezeket a történeteket remélem egyre többen és egyre hatásosabban fogják tudni elmesélni, és akkor egy picit talán
jobban megértenek minket, magyarokat. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.